Ördögét harmadik vasárnapján a Szent Mesében Nagy és a Veregény család elmúlt tagjait ajánlom fel. Így vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Méltóképpen minden mellesség az Úr Szent titkait. Gyóló! A mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessenek az örök életre. Olvasmány Mózes második könyvéből. Miután Mózesnek menekülnie kellett Egyiptomból, Midian földjén telepedett le, és ott Midian papjának, Jetrónak leányát vette feleségül. Mózes egy alkalommal apósának, Jetrónak, Midian papjának juhait őrizte. Messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Itt megjelent neki az Úr angyala egy égő csipkebokorban, a tűz lángjában. Amikor oda nézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el. Így szólt magában, oda megyek és megnézem ezt a különös látványt, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az Úr látta, hogy Mózes vizsgálódva közeledik, Isten megszólította őt a csipkebokorból. Mózes, Mózes, itt vagyok, felelte. Erre Isten így szólt, ne közelíts, vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szentföld. Aztán így folytatta, én vagyok atyáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Erre Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni. Az Úr így folytatta, láttam nyomorúságát Egyiptomban élő népemnek, és hallottam panaszát a munkafelügyelők miatt. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel mézzel folyó országba. Mózes ezt mondta Istennek, ha megérkezem Izrael fiaihoz, és elmondom nekik, atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik, mi a neve, mit feleljek erre? Isten ezt válaszolta, én vagyok, aki vagyok. Azután folytatta, így beszélj Izrael fiaihoz, aki van, az küldött engem hozzátok. Végül ezt mondta Isten Mózesnek, így beszélj Izrael fiaihoz, Jahve, atyáitok istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, és így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre. Ez az Isten igéje.
Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, nem szeretném, ha elkerülni figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felük alatt, mind átkeltek a tengeren, és mind megkeresztelkedtek. Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt tették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket, a szikla pedig Krisztus volt. De legtöbbükben nem tett kedves Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példelet számunkra, hogy neki jöjjön rosszat, mint ahogy ők megtalálták. Ne így zuglódjatok, mint ahogy néhányan zuglódtak, és ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal. Mindez előttük számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élnek. Aki azt hiszi, hogy áll, vigyeljen, hogy el ne essék. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, és azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte, azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai? Azért, hogy így jártak. Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18 ember, akire rádölt Siloámban a torony, és megölte őket, bűnösebbek voltak Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek, hogy nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Aztán egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez. Ide járok már 3 éve, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt. Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hát ha terem van jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod. Ezek az evangélium igéi. Szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, ha volt már lehetőségünk, vagy lesz Rómában járni, elmegyünk a Vatikánba, és fölkeressük a Sixtus kápolnát, akkor sok-sok gyönyörű szép freskót láthatunk. Tudni kell erről a kápolnáról, hogy ez a pápának, a mindenkori pápának a magánkápolnája, és itt is választják a pápákat, meg ebben a kápolnában a bíborosok. Az első fresko, amit látunk rögtön szemben, az utolsó ítélet. Gyönyörű szép. És van még sok-sok másik is, például Krisztusnak a megkísértését is ábrázolják. És amikor a pápát megválasztják, az első, amit rátekint, ez a kép. Az utolsó ítélet. Figyelmeztet, hogy az én hatalmam földi. Én továbbra is Krisztus képviselem az emberek között. De miért idehoztam a Sixtusi kápolnát, a Sixtus kápolnát, az az, hogy ha följebb tekintünk, Botticellinek vannak gyönyörű szép freskói, ami párhuzamba állítja Mózes életét és Jézus életét, pont úgy, ahogy a mai ószövetségi olvasmány is Mózes életéből ragad ki egy részt, hiszen nagyon sok olyan
fejezete van Mózes életének, amit szépen párhuzamba lehet állítani. Például ilyen az is, hogy Mózes is mielőtt fölment a Sínai hegyre, elhozta a 10 parancsolatot, előtte 40 napig böjtölt. És Jézus is 40 napot böjtölt a pusztában. De tudnunk kell azt, hogy ezek a fejezetek nem csak párhuzamosak, hanem van egy ugrás is. Mózes idejében azzal, hogy elhozta a 10 parancsolatot, mondhatjuk, hogy elkezdődött a törvény korszaka, de Jézus idejével pedig a kegyelem, Isten kegyelmének a korszaka. A kettő között van egy átmenet, egy elég komoly ugrás is. Mégis azt vesszük észre, hogy ez a törvény korszakbeli gondolkodásunk, ez azért egy kicsit belénk ragadt. Nem tudunk sokszor elrugaszkodni. A mai evangélium arra hívja fel a figyelmet, hogy ne gondoljuk azt, hogy azért, mert valami baj történik, akkor ez a jó Istennek a bosszúja. Jézus mondja, hogy nem voltak bűnösebbek azok az emberek, akikre rádőlt a torony. Nem azért dőlt rá. És 2000 éve így gondolkodtak az emberek, és még ma is sokszor úgy vagyunk. Ez az ószövetségi gondolkodás, ez úgy működött, hogy ha valami rossz történt az emberrel, akkor biztos, hogy bűnös, nem tudhatjuk, hogy mit követett el, kirekesztjük, és ezzel el van intézve, nem is foglalkozunk vele többet. Jézus pedig azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így működik. Isten nem így működik. Ők se voltak bűnösebbek, mint mi, ők se voltak bűnösebbek, mint én, hanem Isten visszavár. A fügefának a példabeszédjével kiemeli, hogy jó Isten visszavár minket. 3 éve nem hozott gyümölcsöt ez a fa. És nem mondja azt, hogy akkor vágjuk ki. Azt mondja, hogy gondoskodok róla. Isten ugyanígy visszavár minket is, gondoskodik rólunk. Látja nagyon jól, hogy 3 éve nem hoztam már esetleg semmiféle lelki gyümölcsöt. Nem tudtam semmi jót tenni, de mégis életben vagyok. Mégis el tudok menni a templomba, mégis tudok szent gyónást végezni, és vissza tudok térni Istenhez. Tehát a mai evangéliumnak 2 fontos mondani valója van, hogy Isten visszavár, viszont állj is készen. Isten nem bosszúálló, de állj készen. Hogyha ránk dőlne a torony, akkor se kerüljünk bajba. Mert Jézus figyelmeztet. Nem voltak ők bűnösebbek, akikre rádőlt a torony, de bizony mondom nektek, ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Épp úgy elveszünk mi is mindnyájan örökre, ha nem próbálunk újra és újra visszatérni Istenhez. Irgalmas a mi Úrunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Tehát Isten megadja a lehetőséget, hogy visszatérjünk. Nem vágja ki a fát, és gondozza. Visszatérve az ószövetségi olvasmányhoz, nagyon fontos mondat az, hogy Mózes megkérdezi, mit mondjak arra, hogy hívnak téged, Istenem? Azt feleli, én vagyok, aki van. És ebben az egy mondatban van óriási filozófiai mélység. Isten, aki kezdet és vég nélkül létezik. Igen, erről már is lehetne könyvek sorozatát írni. De nem ez a lényeg itt, nem ez a lényeg, hanem ezzel azt is mondja Isten, hogy ebből a létből fakad a te léted is. Minden pillanatod. És még többet mond, hogy ebből az én adakozó szeretemből létezel te is, és tehetsz, amit szeretnél. Megvan a szabad akaratod. És megint jön vissza az ószövetségi gondolkodás. Hányszor kérdezzük, hogy hol volt Isten, amikor ez történt? Miért akarta Isten ezt, amikor valami baj történik? De itt a válasz. Én vagyok, aki van, aki mindig ott van, aki látta. Látta azt a sok gonoszságot, látta azt a sok szeretetlenséget, látta szívünknek a hidegségét. Ott volt mindig Isten. És nem azt kell kérdezni, hogy hol volt, mert ott volt. De én hol voltam? Hol volt az én szívemnek a szeretete, amikor nem segítette, amikor lehetett volna? Amikor inkább bezártam az ajtómat, amikor pont, hogy mennem kellett volna segíteni? Ott lenni. Én hol voltam akkor? Mert Isten várt. Isten azt mondja, én vagyok, aki van, aki mindig ott van.
aki látom, hogy mit teszel, és mindig visszavárlak téged. Amen. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi úrunk szentséges atyán, mindenható Úrök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyalra legyünk, dicsőítünk téged, s vég nélkül szent. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szól: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kimondtatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Annak emlékét ünnepeljük át Istenünk, hogy fia dühösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszünk, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával a boldogsághoz szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szemben együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkorban segít vesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak végét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületeket, papságot és egész megváltó népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé állunk. Jóságos atyám, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országokba,
ahol reményünk szerint dicsőségekben bennünk mi is, örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által árasztott el minden jóval, ami válunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélek jelenségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Istent Atyánknak hívjuk testvéri szeretettel, bocsássuk meg egymásunkat, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen végig napjainkat, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztendülésünk, ezért kérjük, ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kiérsz és uralkodj, hogy mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És engesztelődjünk is szívből egymással.
Üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Alázattal kérünk, mutatkozzék meg tetteinkben is, hogy a szentségben veled találkoztunk. Krisztus, ami úrunk által. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy hétfőn, kedden és szerdán tartós élelmiszert gyűjtünk a plébánián, nyitva leszünk egész nap, úgyhogy aki tud segíteni, akkor őket megkérjük, hogy segítsenek, és segítsünk azokat, hogy most rászólnak ebben a háborús időszakban. Pénteken 5 órakor keresztül lesz templomunkban, 6 órától pedig Szent Mise, és ha jól emlékszem, 5 évvel ezelőtt alakult templomunk kórusa. Ha jól emlékszem, azzal az apropóval, hogy Gábor atya készült a pappá szentelésére, Tóth Gábor atya, aki így is szülötte, és hát az egyházközség megtisztelte azzal, hogy még egy kórus is eljön út az ő tiszteletére. Most szeretném megköszönni ennek a kórusnak, hogy 5 éve szolgál ebben a templomban, Karnagy úr és hitoktató asszony vezetésével, Isten értesse a kórus, és azt mondom, hogy nagy tapsot most már is kérjen. Szó legyen veletek!